A bukta számomra egy gyerekkori finomság, emlékszem, hogy minden alkalommal, amikor ettem, végtelen boldogság töltött el. Sziasztok, nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma sokak kedvencét, buktát fogunk készíteni. Ha szeretnétek megtudni, hogy én hogyan készítem, tartsatok velünk! Első lépésként 500 ml langyos tejben keverjünk el egy evőkanál cukrot. Morzsoljunk bele 50 g friss élesztőt, és hagyjuk felfutni olyan 10-15 perc alatt. Ha felfutott az élesztő, akkor egy tálba borítsunk 200 g rétes lisztet, 900 g finom lisztet, ...115 g olvasztott margarint, egy csipet sót, két darab tojást, egy evőkanál cukrot, egy evőkanál mézet, és a felfuttatott élesztős tejet. Kézzel és géppel is dagaszthatjuk, a lényeg, hogy egy puha, de nem ragacsos tésztát kell kapnunk. Ha szükséges, korrigálhatunk a tészta állagán, némi tejjel, ha túl kemény, és kevés liszttel, ha túl folyós lenne. Mint mondtam, a végén egy puha, de nem ragacsos tésztát kell kapnunk. A tésztát tálba tesszük, és letakarva egy órán át keresztjük szobahűn. Míg kell a tészta, addig összeállítjuk a túrós tölteléket. 250 g túróhoz adunk egy-két evőkanál cukrot, attól függően, hogy mennyire szeretjük édesen, majd mehet bele egy tojás sárgája, végül pedig belereszeljük egy fél citromhéját is. Robotgéppel elkeverjük a hozzávalókat, ezzel pedig össze is törjük kissé a túrót. Takarító felszerelés azért legyen a közelben, mert repkedni fognak a darabkák. A tojás megmaradt fehérjéjét szintén robotgéppel verjük közepesen kemény habbá. Ha ezzel megvagyunk, adjuk hozzá a fehérjehabot a túrós masszához, és alaposan dolgozzuk el. Felhasználásig mindenképpen tegyük hűtőbe. A tészta gyönyörűen megkelt, most pedig kissé átdolgozzuk. Enyhén lisztezett felületre borítjuk és alaposan átgyúrjuk az egészet, hogy az összes levegő kimenjen a tésztából. Fél centi vastagságúra kinyújtjuk, nálam ebből a mennyiségből egy nagyjából 45x52 centis téglalapszerű képződmény lett. A kinyújtott tésztát vágjuk fel 16 darabra, és igyekezzünk nagyjából ugyanakkorákat vágni. Nálam az egyik kisebb lett, és ezt látni is fogjátok, mert iszonyatosan feltűnő, bár természetesen az ízén ez nem ront, szóval, hogyha ez nálatok is előfordul, nem kell kétségbe esni. Ezután mindegyik darabot nyújtsuk egy kicsit tovább. Nem kell agyon nyomni őket, szóval csak finoman dolgozzunk a tésztával.
két szemközti oldalon 1-1 centi vastagon hajtsuk vissza a tésztát, majd a harmadik oldalára tegyünk egy evőkanálnyit a választott töltelékből. Én túrósat, nutellásat és lekvárosat csináltam. Ezután a töltelékes oldalától fogva tekerjük fel a tésztát, majd tegyük egy sütőpapírral bélelt vagy kivajazott magasfalú tepsibe. Ugyanilyen módon megtöltjük a többi tésztát is. Ha mindegyik a tepsibe került, akkor lekenjük őket 50 g olvasztott margarinnal. Letakarva további 20-30 percig pihentetjük őket, közben pedig a sütőt előmelegítjük 180 fokra. Ha forró a sütő, akkor mehet is be a tepsinyi bukta, hogy nagyjából 25 perc alatt aranybarnára süljenek. Utolsó lépésként, miután kihűltek, megszórjuk a buktákat porcukorral, és fogyaszthatjuk is. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommenteljetek, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó sütést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!